Gyakorlatilag minden összes megjelenésünk. jelenetben más ruhában vagyunk. Ebben más ruhában vagyunk. Kettő, három, négy. Négy. Négyszer. Öt megjelenésünk van, de négy ruhánk. Igen. Több fázisban készül egy jelmez, általában két vagy három jelmez próbánk van a varrodában, mielőtt az első öltözésre sor kerül, de a legnagyobb próbája a jelmeznek, hiába tudjuk már a varrodában, a próba közben, ruhapróba közben, egyébként ebben majd el kell lesnem, egyébként ebben majd lépcsőt kell másznom, úgy majd terpeszbe kell raknom a lábam, ezeket mi tudjuk mondani, a legnagyobb próbája a jelmeznek mindig az első öltözés. Mert akkor mutatkozik meg, ugye hát akkor használjuk rendeltetésszerűen, nem csak fölveszünk, beszűkítjük két helyen és ennyi, hanem el kell benne tölteni egy fél napot, mozogni kell benne, ülni, állni, és akkor igen, és akkor derül ki, hogy egyébként mit bír. Úgyhogy nagyon nyilván igyekszünk rá vigyázni, de én hiszek abban, hogy a jelmez legyen értem, és ne én legyek a jelmezért. Nagyon nem szeretem azt, amikor a tervező közli, hogy ezek drága anyagok, és figyeljek rá oda, mert nem tehetem meg. Tehát, hogy nem, erre nem figyelhetek, még erre is. Úgyhogy nyilván fogunk rá figyelni, meg vigyázunk rá, de a színészet fontosabb, úgyhogy majd ma azért kiderül, hogy mit bírnak. Azt mondta Anna azt, hogy ne tegyen boldogtalanná. Viszonozza érzéseimet, különben halálnak halálával vetek véget az életemnek. Mondom, mamuska, hogy ezt nekem mond. Jó, rólad is esett szó, nem tagadom. Az én karakteremet nagyon megsegíti a szabása. Nem vagyok olyan szép nőies ruhákban, mint a Fruzsi. Ő lesz, amikor ő nőiesebbnek hiszi magát, de az is kislányos. Az is olyan lesz. Igen. Az én ruháimon, túl azon, hogy nőc is, meg ki van téve benne, aminek ki kell. Ezen kívül, hogy inkább arra ment Andi, és az anyagválasztásban is azt érzem rajta, hogy az értéke látszódjon, tehát hogy gazdagok, nagyon gazdagok. Hogy ez látszódjon az összes ruhán, és rengeteg aranyékszer, és rengeteg bizsú, és csiti-csati, és nyaklánc, és még csak a töredék nem van rajtam, de majd lesz még. Rajtam azért nincs, mert anya nem enged. Igen.